életre valók. Egy magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat, akiknek a foglalkozásuk nem pusztán a munkájuk, hanem már-már a hivatásuk. Akik nem csak saját magukkal törődnek, hanem másokkal is. És hogyha valami nehéz helyzetbe ütköznek, akkor a megoldást keresik, és nem a problémára fókuszálnak. És a mai életre valónk, a gasztronómia, talán mondhatjuk idézőjelben fene gyereke, vagy mindenese, vagy közmunkása, hogy magát apostrofált, a Pauli Zoltán, szeretettel köszöntelek. Szervusz. És akkor még egy picit menjünk tovább, mert hogy ugye te közgazdász, vagy marketinges, értesz a borhoz, a gasztronómiához, és ahogy az előbbiekben beszélgettünk, egyfajta küldetésed, hogy a bort, a gasztronómiát és a művészetet azt egy platformra hozd. Az első kérdésem az, hogy mi az, amit most a legjobban szeretsz az életedben? Alapvetően a hivatásomat inkább talán egy életformának nevezném, tehát én imádom minden egyes olyan dolgot, amivel foglalkozok, mert ez alapvetően egy alkotó tevékenység, egy alkotó munka, és leginkább az inspirál, hogyha születik egy gondolat, vagy egy nagyon jó ötlet. Ez már gyerekkorom óta bennem van, hogy szeretném megmutatni az embereknek, és az a visszaigazolás, hogyha valamiről azt gondolom, hogy szerintem ez nagyon jó, és ez mást is így gondolja, és kapok róla visszaigazolást, ez egy nagy öröm. És most csupa ilyen dologgal foglalkozok, mind a rendezvényeimet tekintve, mind a hétköznapokat tekintve. Tehát elég sűrű, mozgalmas élet, amit élek, de nagyon élvezem. Ugye itt van egy, szinte mondhatjuk, Berkoda háromszög, Budapest villány balkonya. Ugye te a fővárosból jöttél, és hát mintegy másfél évtizede keveredtél ide. Ez hogy történt? Hát ez egy nagyon hosszú történet, de alapvetően a tanulmáim során engem a borászat nagyon érdekelt, meg mindig is azt gondoltam, hogyha borral és gasztronómiával lehet foglalkozni, de elsősorban még gyermekfejjel a borokra irányult rá a figyelmem, akkor hogy ezzel lehetne foglalkozni hivatásszerűen, és ebből meg lehetne élni, az egy milyen nagyon szerencsés helyzet lenne. És ezáltal sodródtam én ide a környékre, először mint lelkes borkedvelő főiskolás, majd nyitott szemmel rendkívül sok jó embert ismertem meg, gondolok itt a bortermelőkre, akikkel azóta is szinte baráti kapcsolatot ápolok országos szinten is, de nagyon sok villányi kedves barát van, és most már kolléga is, úgyhogy úgy keveredtem ide erre a borvidékre. Ez nagyon gyorsan eldőlt, hogy szerelem lett egyből, és ez a mai napig is tart. Úgyhogy ez körülbelül innen indult. Most elmondhatom azt, hogy rá pár évre ugye magánéletben is ide kötődtem, és ingatlan tulajdonos is lettem, és ezáltal lakcímkártyám is lett, hogy palkonyai lakos vagyok. Ez azt jelenti nálunk a faluba, hogy az első 15 évig az ember gyütment státuszban van, és most már hamarosan bejelenthetem, hogy eltelik ez az idő, és elő tudok lépni betolakodóvá, és maradok is ebbe, úgy gondolom. És sok mindent kipróbáltál és csináltál attól kezdve, hogy ide kerültél villányba. Mi volt az, amiben belekóstoltál és beleszerelmesedtél, ugye vezettél szállodát, éttermet, logisztikával foglalkoztál mindenfélevel. Egy picit azok számára, akik nagyon laikusok, hogy mi történik az ilyen helyeken, mit kell csinálni? Alapvetően én még akkor kerültem ide, amikor a legnagyobb fejlődési dinamizmusban volt a borvidék, amikor ezek a családi birtokok megalakultak. Ez nagyon jó volt látni, hogy szinte az első kapavágástól kezdve micsoda csoda történt itt az elmúlt 15-20 esztendőben. Ez kijelenthető, hogy egy nagyon dinamikus fejlődés volt, és világszínvonalú dolgok jöttek létre. Hogyha most lemegy az ember villányba, ahol mondjuk én 15 évvel ezelőtt végig sétáltam, hogy gyakorlatilag nem volt semmi itt a Pincesortól, hogyha megyünk Siklós irányába. Erre a részre gondolok, hogyha ma ott az ember végig sétál, vagy akár végig tud kerékpározni, mert már kerékpárút is épült oda, mint Napa Valley-be a Silverado Trail, tehát borászatok, világszínvonalú csúcsborászatok az út jobb és bal oldalán, tehát egy hihetetlen fejlődés van, és nagyon jó, hogy ezek a főleg a helyi családi vállalkozások voltak ennek a motorjai. Úgyhogy amikor ide csöppentem, pont ebbe a birtoképítési periódusba tudtam kicsit becsatlakozni, akkor mivel borász végzettségem is van, meg mint pályakezdő idegenforgalmi közgazdász, így kerestem én is a helyem, hogy miben tudok segíteni, úgyhogy úgy sodródtam bele, hogy egy olyan borász családba kerültem be, ahol azért már le voltak osztva a kártyák, és a gasztronómia volt talán az az újdonság, ami akkoriban nekem is még egy új terület volt, egy végtelenül izgalmas terület, ahol be tudok ebbe csatlakozni, és akkor kezdtem el így odafigyelni
magára a főzésre, meg az egész, hogy tud a gasztronómia együtt kéz a kézbe járni a borászattal. Mi volt az elképzelése? Tehát így a gasztronómia terén, az ételek terén mit gondoltál el, és mi volt ez más ahhoz képest, ami addig volt? Hát addig alapvetően egy elég egyszerű vidéki vendéglátás zajlott. Én mindig kicsit magasra szoktam tenni a lécet saját magammal szemben, és hogy én rögtön csúcsgasztronómiába kezdtem el gondolkodni, hogy nem igaz, hogy világszínvonalú borok vannak a borvidéken, hogy ehhez csatlakoznak én egy világszínvonalú gasztronómiába. Akkoriban szintén azért 15 éve fiatalabb voltam, tele ambíciókkal, a csúcsgasztronómia volt az, ami leginkább motivált engem. Ugye nagyon sok séffel is nagyon jó baráti kapcsolatom van a nagy generációval is, és ők mindig fékeztek engem ezzel, hogy a gyerek, tudnék neveket mondani, sokak beszélgettünk ezekről, hogy nem biztos, hogy ez kell itt, stb., de az elmúlt években azért nagyon szépen kialakult és beállt egy olyan egyensúly, hogy ezen a borvidéken most már elérhető a legmagasabb szintű fine dining gasztronómiától kezdve egy olyan, szintén egy kolléga szavait idézzem, falusi gurmé történet, hogy kiváló minőségi alapanyagokból, megfelelő technológiával és szakértelemmel, világszínvonalú, de nem túl gondolt ételek kerüljenek az asztalra. Maga a borvidék gasztronómiai kínálata rendkívül színes, tehát ez kis pinceborozóktól kezdve a csúcs éttermekig és a komoly borászatokig most már minden megtalálható, és azért a vendégek tudnak a kedvükre való dolgok közül válogatni. Ott akkor te álmodtad meg azt, hogy milyen alapanyagból milyen ételek készüljenek, és azok hogy nézzenek ki, vagy az alapkoncepciót, hogy mit szeretnél látni? Hát mind a kettő igaz végül is. Alapvetően azért egy hosszú idő telt el, és még mai napig is rengeteg tennivaló van azért, hogy a helyi alapanyagok játsszák a főszerepet egy borvidék vendéglátó egységeinek az étlapjain. Azért ezt még nem teljesen tudjuk így megoldani, viszont az elmúlt 15 évben rendkívül sok eredményt értünk el annak tekintetében, hogy ugye nulláról indult mindenki, tehát fel kellettek épüljenek a birtokok, a borászatok, és erre csatlakozott rá a vendéglátás szálloda, akiknek szintén egy kis péttel, de meg kell találniuk a gyökereiket, meg az identitásukat, meg a helyi alapanyagokat, és az emberek, akik ugye a borból és fizetésből élő emberek, a nagy része ez a borvidéknek, a munkájuk mellett elkezdtek már foglalkozni zöldségekkel, háztáival, baromfival, szarvasmarhával. Tehát elindult egy ilyen kis folyamat, ami még nagyon gyerekcipőbe jár, de most már elmondhatom, hogy ez is sokat foglalkozok, a kis saját gasztrovállalkozásomban is nagyon fontos a helyi alapanyag, tehát próbálok ennek motorja lenni és motiválni azokat a termelőket, akik ezzel foglalkoznak, hogy dőljenek jobban bele ebbe a vállalkozásukba, leginkább úgy tudjuk motiválni, hogy a többi kollégával, az éttermekkel közösen vásárolunk tőlük, és akkor onnantól már tudnak ők is számolni, hogy tudnak előrelépni ebbe. Igen, és hogy tovább léptünk egy picit a szakmaiságba, akkor helyszínt váltunk, és hátugrunk Falkonyára. Ugye itt az utóbbi években nagyon izgalmas és érdekes dolgok történtek, és hogyha jól tudom, akkor ennek te is aktív részese vagy. Ugye jött itt a svét, amit majd te mindjárt elmondasz, hogy micsoda, a Palkonyha, és ha jól tudom, akkor neked most ott van egy lakáséttermed. Szóval mit kell tudni Palkonyáról? Hogy keveredtél oda, és miért gondoltad azt, hogy ott is hát oda kell tenni magadat? Hát aki már járt ott, gondolom, aki nézi ezt a műsort, sokan itt a környékről már jártak ebbe a kicsi faluban, nagyon sok törzs vendégünk van Baranyából, Tolnából, Pécsről. Megérthető, hogy mi ez a szerelem első látása, hogy nagyon profán módon, ugye Villányból éltem, onnan jártam sokat Pécsre, és valahogy ösztönből ezen a falun lassabban mentem keresztül, és csak nézelődtem jobbra-balra, és az ember ezen az egész vidéken érez valami olyan energiát, ami több helyen van Magyarországon, de itt eléggé nagyon sűrűsödik, hogy egyszerűen úgy érzi, hogy nyugalmat érez, és egy olyan atmoszféra van, ami varázslatos, és nagyon nyugtató hatású, és ebben a faluban én elég gyorsan beleszerettem, ahogy megláttam kiírva az egyik régi felújított parasztházon, hogy eladó. Sokáig lefékeztem, csak nézelődtem, majd egyszer egy kicsit teli fejjel feldúlt állapotban megálltam a ház előtt, és becsöngettem. És azt hiszem ott eldőlt minden. Amikor végig sétáltam, már láttam azt, amit most megvalósítottam, tehát ugyanazt akkor még nem ilyen állapotban volt, de már tudtam, hol lesz a kemence, hol lesz a konyha, hol fogunk majd a lugas alatt borozni a barátaimmal, és akkor ez ott eldőlt, és utána hosszú évekig vendégház üzemeltettem, és minden évben kicsit csinosítgattam rajta, sokat jártam át oda, meg a barátaimmal ott találkoztunk, a kis pincém kincseit kortyolgattuk szigorúan minőség ellenőrzés célzattal, és ücsörögtünk, és gondolkodtunk, álmodoztunk. És ez szépen elindult, és néhány éve jutottam el oda, hogy
talán komolyabb vállalkozásként is érdemes lenne ezzel foglalkozni, és egy nagyon jó termékeny talajra hullanak a gondolatok a faluban, mert van azért jó pár olyan korombeli vállalkozó, meg a falu vezetése is olyan most, hogy rendkívül innovatív és nyitottak az új ötletekre, és sokan szeretnének vagy a munka mellett, vagy akár főállásba vállalkozni egy turizmusban, gasztronómiában, borászatban, a faluban. Most is rengeteg építkezés van, hogyha körbesétel az ember, és én azért is kezdtem el most már jó pár éve gasztronómiai rendezvényeket odavinni a településre, hogy megismerje a közönség is ezt a falut. Ugye a svéd rendezvény, amiről kérdeztél, az már egy olyan, ugye a svéd, aki nem tudna, ez a stílusos vidéki éttermiség szavakból összeállt szójáték. Egy olyan egyesület, ami a vidéki éttermeket tömöríti Magyarországon, ez egy nagyon jó működő szakmai baráti kerekasztal, és a szezon nyitó nagy rendezvényünket most már évek óta Palkonyán, a kis faluban rendezzük meg. Ez arról szól, hogy a vidékről, mindenhonnan Magyarországról ideérkeznek a legismertebb séfek, éttermek, cukrászatok, termelők, és egy ilyen kis közönség találkozót látványos főzésekkel egybekötve együtt ünnepelünk a vendégekkel. Ilyenkor nagyon sok vendég ide utazik az ország minden részéről a faluba, erre a hívó szóra, és ezáltal mi meg tudjuk kicsit mutatni a mi kis kincseinket is az ide érkező vendégeknek. Ha valaki elmegy ma a Pauli Zolinak a lakáséttermébe, akkor hogy néz ki, ugye a közösségi felületeken nagyon jó pofa képek vannak fönt, és azért nagyjából fönt vannak az információk is, hogyha valakit érdekel, hogy nem minden nap vagy nyitva meg, hogy lehet oda menni. Tehát hogy néz ki egy ilyen lakáséttermes vendéglátás? Konkrétan azért is mindig ilyen stílusos vidéki lakásétteremnek nevezem, mert a régi nappalimban rendeztem be az éttermet. Ugye 20-25-26-an férünk el, hogyha minden széken ülnek. Tehát ez egy nagyon újszerű, sajátságos műfaj. Megmondom őszintén, a kedvenc műfaj, nagyon szeretem így csinálni, mert nagyon kiszámítható. Tehát nálam csak menü van. Tudom azt, hogy mikor jönnek, hányan jönnek és mit esznek. Azért ez az éttermes kollégák tudják, hogy ez azért már-már gyerekjáték ezt megcsinálni. Ez azért fontos számomra, mert nagyon szépen föl tudok készülni, és jut időm a vendégeimre. Tehát nagyon szeretek velük személyesen találkozni, úgyhogy csak egyféle menüsorra kell figyelni. Tehát mindenre van idő, egy pár bort meginni, barátkozni kicsit az asztalnál beszélgetni, úgyhogy közben tudunk csinálni egy ilyen nagyon kedves családias szerviz, tehát nincsenek felszolgálók, nincsenek szomeliék, hanem egy jól, szépen elkészített helyi alapanyagokra épülő regionális menüt tudok adni egy nagyon személyes vendéglátásba. A barátaim segítenek nekem az egésznek a menedzselésében, vagy a felszolgálásban, a főzésben, az előkészületekben. Ezek helyi sváb és egyéb asszonyok és urak, és ez nagyon jó. Egy ilyen vendéglátást csinálni nagyon személyes és nagyon jó dolog. Tehát úgy nem vagyok nyitva, hogy bárki arra sétál Palkonyán és be tud jönni. Ez hétvégén azért elő tud fordulni, mert általában, ha van foglalásom, akkor szoktam a közösségi oldalaimon jelezni, hogy gyerekek, ma főzünk, ha van kedvetek, csatlakozzatok, és elég gyorsan megtelik az a néhány szék, ami van. Ez mindig az évszaktól, meg a hangulatottól függő menüsor, vagy megbeszélitek a vendégekkel, vagy te vagy az, aki ezt kiajánlod, tehát te döntöd el magad? A menü mindig ugye a helyi alapanyagok miatt szezonális, tehát mindig más. Általában ugye én, amikor vendég foglal, akkor szoktam elküldeni, hogy mire gondoltam, és akkor jelzi, ha bármilyen érzékenysége van, vagy valami helyet valami más szeretne. Ez még nem fordult elő sose egyébként. Érzékenységre meg volt probléma, rugalmasan kezelem, de az, hogy ilyen teljesen egyedi nagycsaládi rendezvényeknél szokott az enni, hogy olyat kell készítenem, amit hogy kérnek, hogy a család szereti, ez teljesen rugalmas. Ez pont ettől jó, meg azért is, hogy ugye elmegyünk vendégségbe a rokonainkhoz, azért szólunk, hogy jövünk, és ez nálam ugyanígy működik, fel tudunk készülni, meg tudjuk beszélni, hogy mit szeretnétek, hogy legyen. Furcsa új műfaj ez, de a közönség kezdi szokni, és ez nagyon jó. Más kérdés, hogy most szeretnék én is kinyitogatni, most hála Istennek olyan lökést kap ez a kis vállalkozás, hogy tudok egy kicsit építkezni idén, és lesznek új vendégszobáim, és új terasz építünk, úgyhogy most éppen a jövő héten kezdődik ez az egész, úgyhogy nagyon izgatott is vagyok emiatt. Egy olyan lökést kap, hogy ki tud billenni ebből a kis hobbi szeretett vállalkozásból, és akkor reményem szerint, ugye Palkonya faluval van egy közös kampányötletünk, hogy minden hónap utolsó hétvégén mindenki ki fog nyitni, és erre meg fogjuk hívni a vendégeket az egész országból, meg a környékről, és akkor majd bízom abban, hogy minden hétvégén, ha kinyitjuk a szép kovácsoltva sváb kapunkat, akkor meg fog telni vendéggel a kis porta.
ugye elindultunk a bortól, és a gasztronómián át eljutunk a művészetig, hiszen mondtad, hogy számos rendezvényt hozol oda a környékre. Hogy jön ide a művészet? Mi az, amiért így elköteleződtél mellette? Hát őszintén voltak olyan meghatározó élményeim az életben, külföldön elsősorban, ahol láttam olyan rendezvényeket, ahol magas szintű bor kultúra mellé egy igényes gasztronómia és megfelelő mondjuk zenei jazz vagy olyan műfaj párosult, ami az egészet olyan dimenziókba emelte, hogy ez valami csoda egyszerűen, akik benne voltak emberek, mi akkor, mint közönség, azt mondtam, hogy te jó ég, ilyen van, ilyet itthon is kell csinálni. És én úgy jöttem haza onnan is, hogy valami hasonlót meg akarok csinálni, és pont pár éve, akkor egy ilyen fesztiválomon csak bennültem a közönségbe, és így körbenéztem egy kicsit, és láttam ott a szépen felöltözött, elegáns, de mégis laza embereket, akik isszák a kitűnő villányú borokat, eszik az általunk megálmodott finom falatokat mellé, és igényes jazzzenét hallgatnak a naplementébe, akkor azt mondtam, na végre valami megint történt, megvalósult valami olyan, ami az emberek örömüket tudják ebbe leállni. És ilyenből azóta sok volt. Visszakanyarodunk majd még erre az ösvényre, de ugye 15-20 év az a sok munka, sok tapasztalás, sok siker mellett nyilván sok kudarcot is hozhat. Te általában hogy kezeled a kudarcokat, traumákat, nehéz helyzeteket? Van-e valami megoldási stratégiád? Hát mondhatnám azt, hogy Magne B6, de inkább nem mondom. De hát alapvetően mindenből tanul az ember. Régen ugye ez a kortól is függ. Most 41 évesen már teljesen másképp vagyok bekötve, mint 20 évvel ezelőtt. 20 évvel ezelőtt naív fejjel inkább meglepődtem, és nagyon föl tudtam idegesíteni magamat egy adott szituáció, ha esetleg valami nem úgy alakult, ahogy elképzeltem, vagy akár nem olyan hamar jött meg, mint ahogy azt egy fiatalabb, főleg egy ambiciózus férfi ember, az türelmetlen tud lenni, és kapkodós. Ezekből sok pofon begyűjtöttem én is, de sok tanítást is megtanultam, és úgy gondolom mai fejjel már sokkal megfontoltabban, felkészültebben lehet gondolkodni, és úgy érzem, önmagától rendeződnek is a dolgok, ha az ember ilyen szemüvegen keresztül kommunikál és éli az életét, valahogy magától működik minden, és ez nagyon jó érzés. Ugye te tulajdonképpen a borvidéknek is mondhatni egy motorja vagy, és a marketing, az imázs az nagyon közel áll hozzád, és ugye te filmeket is készítesz, tehát komplexen foglalkozol azzal, hogy valamit hogy lehet megmutatni, és ennél még egy picit tovább is megyünk, hiszen ezt te még külföldön is megteszed, nem pusztán a szűkebb pátriánkat, hanem az egész ország imázsát építed. Hogy is van ez? Hát igen, igyekszünk, mert alapvetően ugye ezen a szakterületen sokat dolgozok, meg a benne élek ebbe, és látom ezeket a kis értékeket, ezeket a kis csodákat, meg ezt a gyönyörű tájat, ahol élünk Villányban, és az egész borvidéken, és ezt meg kell mutatni az embereket, és hála Istennek erre most már elég sok eszköz van, úgyhogy ahogy lehetőséget kapok, nagyon sok borászatnak segítek, ha megkérnek rám, meg ezzel azért foglalkozunk, van egy kis borvidéki kis ügynökségünk is már erre, akik pont ezzel foglalkozik, hogy bármilyen olyan kérés van, vagy ötletünk van, akkor segítünk a helyi bortermelőknek, vállalkozóknak, hogy ezt megmutassuk vizuálisan és minden szinten. A gasztronómiában pedig, hála Istennek, én azt tapasztalom, az elmúlt évek munkája meghozza az eredményét, és a világ szinten, mondhatnám, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, de a figyelem egyre inkább erősödik Magyarország iránt, ezért rendkívül sokat tettünk mi is, meg ugye az egész magyar gasztronómia, és most már jó pár éve kiemelt a figyelem, és meghívják az országot különböző igen rangos nemzetközi megjelenésekre, és akkor ezekben próbálunk mi segítkezni több vidéki kollégával, meg a fővárosi kollégákkal szövetkezve, meg a turisztikai szervezetekkel szövetkezve, hogy az a kis értékeinket megfelelő színvonalon be tudjuk mutatni a külföldi közönségnek. Meg nagyon sok eredménye van, az csak néhány, hogy a Magyarország ugye most már évek óta elég jól szerepel a Bocuse d'Oron, ami a legrangosabb szakácsverseny a világon. Ugyanakkor az összes nagy, például San Sebastiani gasztronomika kiállításon díszvendég volt Magyarország néhány évvel ezelőtt, és azóta vissza is hívták már tavaly vendégként, annyira tetszett a szervezőknek, amit láttak. Úgyhogy ezek mind olyan impulzusok, vagy mondhatnám, Párizsban jártunk, most jöttem vissza Madridból néhány nappal ezelőtt, szintén azt tapasztaljuk, hogy a magyar standért, már nem egy olyan stand a rengetegben Magyarország, mint ahogy én fiatalabb koromban láttam ezt borászati világkiállításokon, hogy teljesen esetleges az, hogy ott kiérdeklődik, hanem azt látom, hogy keresik és oda jönnek, és hihetetlen mennyiségű embert vendégelünk meg ilyenkor, és nagyon jó érzés ez az érdeklődés.
tulajdonképpen innét, ahol én ülök, úgy tűnik, mintha mindig azt csinálod, amivel szeretsz foglalkozni, és minden egyes pillanatodban tulajdonképpen csak a szabadságodat töltenéd. De ha mégiscsak van valami szabad időd, akkor azt mivel töltöd szívesen, vagy van-e valami hobbid? Hát mivel említettem az elején neked, ez egy életforma, amiben élek, tehát a munkám egyben a hobbim. Nem, ilyen szempontból nincs is szabad időm, hogyha jobban belegondolunk, de mivel nem tekintem ezt munkának, ezért azért jut idő mindenre. Maga a főzés teljesen ki tud engem kapcsolni, meg azok az utazások, amiket még főleg inspirálódásra használok ki, hogyha bárhova megyünk akár dolgozni, akkor néhány napot azért még rászánok mostanában már arra, hogy inspirálódjunk. Spanyol utamból is 3 nap Madrid után egy csomó ötlettel érkeztem haza, amit beépítek a mindennapokban, majd Parkonyán a faluba. Ugye furcsa életforma az, hogy az egyik nap még egy misencsagos étterembe vacsorázzik az ember, és másnap már a faluban kevergeti a mártásokat otthon. És ez egy nagyon jó színes dolog, rendkívül sok új ötlet fakad ezekből, mert nem is jó azért mindig borászati szakszó ez a pincevakság. Ha csak otthon vagyok és a saját boromat kóstolgatom, meg tudom magam győzni, hogy ez a legjobb, vagy úgy nem látok ki onnan, hogy az ember egy kicsit jár nyitott szemmel a világban, és jut erre egy kis ideje, akkor tud úgy inspirálódni, hogy hazahozza az értékeket. Ennek egyébként motorja is próbálok lenni a borvidékünkön is, pont most készülődünk Olaszországba egy szakmai útra, kollégákkal, borászokkal, akár hentesekkel, séfekkel, hogy kicsit inspirálni, hogy ők hogy csinálják ott. És ebből már pici valami kis ötletet haza tudunk hozni, és a mi saját kis világunkba be tudjuk építeni, akkor a minőség fejlődni fog. És azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a minőség, ha ezt a szót mondjuk, akkor mindenkinek ugyanazt jelentse, ez nagyon fontos. Elképesztően elszaladt az időnk, úgyhogy mondd meg nekem, légy szíves, hogyha mondjuk 5 év múlva összefutunk, akkor mi az, amiről szeretnél nekem beszámolni? Tehát hova tartasz? Én azt gondolom, hogy szeretnék neked beszámolni arról, hogy egy jól működő kis falusi közösségben tudunk élni, és megépülnek azok az álmaim, amiket most lelkesen alapozok, és 5 év múlva már egy gyönyörű kis vidéki panzióval és étteremmel szinte csak azzal foglalkozva tudnám a mindennapjaimat tölteni, és kreatív, szép rendezvényekkel örvendeztetni meg a vendégeimet. Akkor legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Köszönöm a beszélgetést. És önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is, viszontlátásra.